felfüggesztette tagságát a legnagyobb magyar kormánypárt az Európai Néppártban tegnap Brüsszelben. A Fidesz lépésére azt követően került sor, hogy 13 tagpárt az Orbán kormány politikája miatt a kizárást követelte. Videóüzenettel jelentkezett közösségi oldalán Kelemen Hunor RMDSZ elnök tegnap este az Európai Néppárt politikai nagygyűlésének a helyszínéről. Ebben elmondta, a Fidesz kizárása ellen foglalnak állást. Azt gondolom ma is, hogy az Európai Néppártnak szüksége van a Fideszre, a Fidesznek szüksége van az Európai Néppártra, és mindannyiunknak szükségünk van egymásra, összefogásra, szolidaritásra, és arra, hogy május 26-a után egy erős néppárti frakció tudjon elkezdeni dolgozni az Európa Parlamentben. A brüsszeli eseményeket valós időben követték Sajtóprés című műsorunk meghívottai. A Fidesz döntése, hogy önként felfüggeszti tagságát és egy háromtagú bizottság vizsgálatának teszi ki tevékenységét, váratlan fordulat ugyan, de jó kompromisszumos megoldás, véli Karácsonyi Zsigmond. Valószínűleg, hogy ezt egy bölcs megoldásnak találták, most már, hogyha a bölcsek tanácsáról beszélünk, hogy a konfliktus feloldására, és lehet, hogy azért fogadták el ezt, és nem pedig azon a markáns vonalon mentek, hogy kizárni a Fideszt. Magyarország miniszterelnöke szerint az Európai Néppárt jövője volt a tét a pártcsalád politikai ülésén, bírálattal illette a kizárást kezdeményező 13 tagpártot. Azok azzal a javaslattal álltak elő, hogy zárják ki a néppártból a pártnak a jobboldali részét. Tehát zárják ki azokat, akik egészen a keresztény konzervatív oldalon vannak, ezek vagyunk mi. És ezért alakítsák át az Európai Néppártot egy olyan szervezetté, amelynek a profilja sokkal szűkebb, és amelynek a súlypontja nem ott van, ahol most, hanem attól jóval balra, a liberális irányba. Az európai parlamenti választásokat május 26-án tartják, azt követően egy háromtagú bizottság fogja kivizsgálni, hogy sérül-e a jogállamiság alapelve, illetve az európai értékek a Fidesz politizálása nyomán. Szakértők szerint a Fidesz felfüggesztése ősszel érhet véget, egyelőre nem tudni, hogy a párt kizárását vagy a maradását eredményezve.